Az Erasmus Plus iskolai óvodai partnerségek pályázat típusa az Európai Unió egyik legnépszerűbb programja. 2020-ban is lehetőség nyílik a köznevelési intézmények számára, hogy pályázzanak. A Tempus közalapítvány az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat osztotta meg a nyíregyházi iskolák és óvodák képviselőivel. Az oktatás minden szereplői számára kínálnak pályázati lehetőséget, melyek közül az iskolai óvodai partnerségek a mai főszereplő úgymond egy, amely kifejezetten a köznevelési intézményeknek szól. Természetesen nem csak az intézményeknek, hanem a pedagógusoknak, illetve nagy előnye, hogy itt a gyerekek is tevékenyen részt tudnak venni a projektek megvalósításában, és ugyanúgy részt tudnak venni külföldi utazásokon, mint a pedagógusok. Balog Tamás hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megye az ország egyik legaktívabb régiója az iskolai, óvodai partnerprojektben. Sok intézmény azonban hiába rendelkezik kreatív ötletekkel. A pályázat terveiben talált hiányosságok miatt elcsúsznak a nemzetközi lehetőségtől. Szeretnénk fölhívni a figyelmüket azokra a hibákra is, amiket érdemes elkerülni, hogy sikeres legyen a pályázatuk. Tippekről, tükkökről is beszámolunk, és ezeket nem csak frontálisan, hanem igyekszünk egy kicsit gyakorlati és a keretek között megismertetni a hallgatókkal. Itt természetesen lesznek új pályázók is, illetve remélhetőleges új pályázók is, de vannak itt a tapasztalt visszatérő pályázóink is, úgyhogy bízunk benne, nem csak tőlünk hallják majd az értékes információkat, hanem egymástól is tudnak tanulni a rendezvény során. A projekt keret összege évek óta rendszeresen emelkedik. Idén 40%-kal több forrás jut mindenre, mint 2019-ben. Tavaly országosan 130 ilyen jellegű pályázat nyert az országban. A nagyobb költségvetésnek köszönhetően azonban ez ebben az évben akár a 200-at is elérheti. Az Erasmus Plus iskolai óvodai partnerségek programjára március 24-ig lehet beadni a pályázatokat a hivatalos online felületen.